Bronzvasárnap, fellobbant a harmadik adventi gyertya. Mikulás futás 20. alkalommal is a jótékonyság jegyében. Szalagavató 5 végzős osztály fog búcsúzni a Táncsicstól. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez az Orosházi Városi Televízió híradója, december 6-a kedd van, mutatjuk a legfontosabb híreket. December 4-én bronzvasárnap gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját a főtéren. Szalkai Róbert lelkipásztor gondolatai után a református iskola diákjainak műsora következett. Az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola diákjainak műsorával nyitották meg advent második vasárnapjának programját. A gyerekek énekeltek és szavaltak. Az előadás után Szalkai Róbert osztotta meg adventi gondolatait. Az advent az, amit Ady Endre úgy ír le, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ezt kívánom minnyájunk számára, hogy érezzük meg adventkor, és mindig, hogy Isten velünk van. A beszéd után a lelkipásztor gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját. Az emberek az óriási koszorú köré állva nézték, ahogy a következő láng is fellobbant. A téren rengetegen gyűltek össze, a műsor után az Orosz Haza baráti kör és a Rotary Klub standjánál meleg teát, forralt bort és puha kalácsot kaptak az emberek. Családok és barátok együtt élvezték az ünnepi hangulatot. 20. alkalommal rendezték meg a jótékonysági Mikulás futást Orosházán. A jubileumi eseményen rengetegen gyűltek össze, hogy támogassák a rászoruló gyerekeket. A rendezvényt idén is a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat szervezte. Több mint 150 ember gyűlt össze december 2-án délután a rendezvénytéren. Két év kihagyás után ismét a hagyományoknak megfelelően rendezték meg a jótékonysági Mikulás futást Orosházán. Az esemény ideje alatt a Zsurka családnak is gyűjtést indított a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. Azért gyűltünk most itt össze, hogy az orosházi rászoruló családokat támogató egyesületeknek gyűjtsünk Mikulás csomagokat, amit azután szét tudnak osztani a gyerekeknek egy ifjú Mikulással és két ifjú Krampusszal. Idén először csapatok is nevezhettek, a nap végére pedig több mint 300 Mikulás csomagot gyűjtöttek össze. Az első 100 nevező egy ajándékpólót is kapott. Egy rövid bemelegítés után elindították a 20. jubileumi Mikulás futást. A résztvevők összesen 6 állomásra, a Nagycsaládosok Egyesületéhez, az SOS Gyermekfaluhoz, a Családsegítő Egyesülethez, a Csemete Neveldéhez, a Kórház Gyermekosztályára és a családok átmeneti otthonába is ellátogattak. Az este folyamán összesen 4 kilométert futottak. Az emberek gyors összefogásának köszönhetően már december 3-án megkezdődtek a munkálatok, hogy felújítsák Zsurka Erik házát. A cél, hogy a család már ott tölthesse az ünnepeket. November 29-én történt tűzeset Zsurka Erik házában. Az emberek óriási összefogásának köszönhetően pedig már el is kezdődött a felújítás. December 3-án a reggeli órákban gyűltek össze Zsurka Erik szülei, Dávid Zoltán polgármester, Oravec Nóra alpolgármester, a kivitelezők és a vállalkozók a családi ház udvarán. Szívszorító élmény ezt látni és ide jönni, főleg így a szeretet ünnepe előtt karácsony táján. Megismerve a körülményeket, azt gondolom, hogy mindenki kerülhet nehéz helyzetbe, és ez egy rendkívül nehéz helyzet, egy rendkívül tragikus helyzet, amikor nagyon sok ember megmozdult annak érdekében, hogy segítsen. Ezt ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni. Valach Róbert Szarvasról érkezett kivitelező csapatával, hogy amit a tűz tönkretett, teljes mértékben felújítsák. Céljuk, hogy a család az ünnepeket már otthon tölthesse. Bennott leégett a födém, a saralt födém, megsérültek egy kicsit a tartószerkezetek, ezt kell visszaerősítenünk, aztán nyilván kap egy gipszkarton borítást és új burkolatokat, tehát teljesen újjá szeretnénk varázsolni az otthonukat. A folyamatokról és arról, hogy éppen mit csinálnak, Zsurka Eriket is tájékoztatták telefonon, aki nagyon hálás minden segítségért, megköszönte a kivitelezők és a vállalkozók munkáját. Erikéket teljesen új házba jönnek haza.
el lehet mondani azt, hogy teljesen új villanyvezeték, új fürdőszoba, új bútorok, minden új. Tehát tényleg hihetetlen, nem lehet találni egyáltalán szavakat, rengeteg felajánlás jött. A felújítással várhatóan december 20-án végeznek, így Zsurka Erik és kisfia egy teljesen új és steril környezetben töltheti majd az ünnepeket. A család mindenkit arra kér, hogy aki támogatni szeretné őket, az a megadott számlaszámra utaljon. Gádorosan a polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatót pénteken Erdős Norbert országgyűlési képviselő dr. Szilágyi Tibor Gádoros és Pál Árgyalán Elvira Pusztaotlak a polgármestere mindkét település elnyerte a megpályázott működési támogatást. Előjáróban Erdős Norbert, Orosháza és térsége országgyűlési képviselője jelentette be a jó hírt, miszerint a választókerületében levő két kis település megkapta a belügyminisztérium rendkívüli önkormányzati támogatását. Pusztaotlak a 2,6 millió forintot nyert a reki pályázaton, Gádoros nagyközség pedig 1 millió 970 ezer forintos támogatáshoz jutott ebből a forrásból, amelyet a kormány a települési önkormányzatok működő képességének megtartása céljából hozott létre. Ez az önkormányzatok rendkívüli települési támogatása, ami most a településünk nyert durván 2 millió forint értékű támogatást, amit a közművek, a közlemi számláinkra, illetve az egyéb szolgáltatási szerződéséből adódó kifizetésekre tudunk fordítani. Ez nagyon nagy segítség a településnek, hiszen nem a saját költségvetéséből kell ezt megoldani, hanem így állami támogatást tudunk lehívni a működéshez. A polgármester elmondta, hogy igyekeznek minden pályázati forrást megszerezni, így készülhetett el a település új bölcsödéje is. Az építés közben felmerült pluszköltségeket, 2 millió 790 ezer forintot sikeresen előteremtették, így mostanra az új komplexumot berendezték, megtartották a műszaki átadását, már csak a használatba vételi engedélyre várnak és érkezhetnek a gyerekek. Erdős Norbert országgyűlési képviselő is elégedetten nyilatkozott a gádorosi önkormányzat tevékenységéről. Nagyon jó beszélgetést folytattam a sajtótájékoztató előtt is a képviselőtestülettel, és azokat a spórolási lépéseket, amelyek egy önkormányzat esetében elvárandók, ha szabad így fogalmaznom, ami konkrétan 25 vagy több mint 25%-os spórolásról szól a tavalyi évhez képest, az Gádoros le fogja hozni, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan sikeresen tud Gádoros tovább masírozni, mint a tavalyi vagy tavaly előtt évben. Három év után ismét a hagyományoknak megfelelően tartotta meg szalagavató ünnepségét a Táncsics Mihály Gimnázium. December 3-án 5 végzős osztály kapta meg a középiskolai élet végét jelző szalagot. Tessék, itt vagyunk, szalagavató. Eltelt 4 év a gimnáziumból és 18 az életből. Ilyenkor persze joggal mondhatja bármelyik szülő, hogy de gyorsan elszállt, még csak most volt 9-es. Az iskola zászló bevonulásával kezdődött a szalagavató ünnepség az Ötvös Csarnokban december 3-án. A rendezvény elején Dávid Zoltán polgármester és a távol maradó intézményvezetők köszöntőjét olvasták fel a végzősöknek, majd az igazgatónő is elmondta ünnepi beszédét. Nagyon örülünk neki, hogy a hagyományoknak megfelelően tarthatjuk meg ismét 3 év után szalagavató ünnepségünket, és a diákjaink itt a nagy színpadon kapják meg a szalagot, ami jelképezi, hogy a középiskolai éveik utolsó szakaszába értek. Itt a nagy színpadon fogják bemutatni a produkcióikat, a gyönyörű keringőt, és én azt gondolom, hogy talán ez egyik legmeghatóbb pillanat is itt fog majd a színpadon lejátszódni, amikor közösen az 5 osztály végzősei énekelnek egy dalt. Az intézményvezető hozzátette, nagyon büszkék a diákokra, és mindenkinek gratulálnak szalagavatójuk alkalmából. Nemes Miklós és Kakuszi Kristóf az ünnepség előtt elmondták, izgulnak ugyan, de nagyon várták már ezt a napot. Szerintem maradandó élmény lesz. Én is ezt tudom mondani, az érettséggel pedig hát készülünk, és reméljük jó lesz. A köszöntőbeszédek után a 12/8 osztályával indult a szalagtűzés, őket követte a 12. A, a 12. B, a 12. C, végül a 12. D osztály is megkapta a középiskolai évek végét jelző szalagot. A műsor angol keringőkkel folytatódott, majd a közös éneklés után a Táncsics Mihály Gimnázium aulájában vacsorával folytatódott az ünneplés a végzősök számára. Rengetegen voltak kíváncsiak az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola nagycsoportos óvodásoknak szervezett iskolanyitogató programjára. Az érdeklődő gyerekek és szüleik ezen a délelőttön megismerhették az intézményt és a következő tanév elsős tanító nénéjeit is, sőt egy meglepetés vendéggel is találkozhattak.
Szombat reggel 9-kor az iskola ebédlőjében gyülekezett az érdeklődő tömeg, a vendégek köszöntése után csengőszóra lettek figyelmesek a gyerekek, a Mikulás érkezett meg a leendő elsősök közé zsákjában szaloncukorral. Az iskola hetek óta készült a nagy napra, a program szervezői szerették volna, ha igazán jól érzik magukat náluk a nagycsoportosok. Várjuk nagyon a nagycsoportosokat, a leendő első osztályosokat. Három osztályt szeretnénk indítani, három osztályfőnök jelöltünk van, én vagyok az egyik, és három csoportban fognak most a gyerekek megismerkedni. Mindegyik csoportban más jellegű foglalkozás van. Lesz kézműves, sport és ilyen rejtvényfejtés. Az iskola fő profilja a keresztényi nevelés mellett a két tannyelvűség. Az óvodásoknak szervezett foglalkozásokba is belecsempészték a tanítóninik az angol dalokat, mondókákat. Sok szülő számára a magas óraszámú idegen nyelv tanulás és az idegen nyelvi lektorok jelenléte az egyik legfőbb ok, hogy emellett az intézmény mellett döntsenek az iskola választás pillanatában. Nagyon sok jó iskola van itt Orosházán, de egyértelműen a nyelv az, ami már most így dominál a döntésnél. Nekünk fontos az, hogy nyelvet tanuljon, mert ez most már nagyon fontos a világban. Makai Andrea kézműves foglalkozása után a gyerekek a tornaterem felé vették az irányt, ahol Tóth Katalin tanító az északi sarká változtatott térben frissítette fel őket. Rátóti Erika tanító és diákcsapata észpörgető feladatokkal készült a nagy napra, találós kérdések és számtani feladatok megválaszolásával bizonyíthatták ügyességüket a nagycsoportosok. Nem kell aggódnia azoknak a szülőknek, akik most lemaradtak a programról, hiszen jövő év elején is lesz még lehetőség megismerni az iskolát. Készülünk egy farsangi összejövetellel, akkor mivel két tannyelvűek vagyunk, és a palacsinta napot megtartjuk, úgyhogy arra is fogjuk hívni őket, akkor a szülőket egy külön szülői értekezletre, meg tervezünk egy olyan iskola bejárást, ahol nincs foglalkozás, csak a gyerekek, a mi gyerekeink, az ovis gyerekekkel végig sétálják az iskolát, a tantermeket, tanárit, irodát, mindenüve bekukkantanak majd. A gyerekek élményekkel és szaloncukorral megrakodva búcsúztak az iskolától. Ez már a harmadik év, hogy monumentális adventi koszorút készítenek a katolikus óvoda dolgozói. Minden héten más és más vállalja a gyertyagyújtás megtisztelő feladatát. A múlt pénteki napon a második lángot Korcsok Marianna igazgató keltette életre. Iga gyertya ég, az adventi lég. Hatalmas adventi koszorú díszeleg az ötvös óvoda udvarán. Még 2020-ban a járványhelyzet idején döntött úgy az intézmény vezetősége, hogy készít egy hatalmas koszorú alapot, amelyet évről évre kinn az ovi udvarán új és új díszbe tud majd öltöztetni. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a második gyertya fellobbantásának pillanatában, azért sikerült kintető alatt megvalósítani az adventi műsort. Az óvodások és az óvónénik most is kitettek magukért, nagyon szép versekkel, dalokkal készültek a hallgatóságuknak. Ez a karácsony előtti időszak az egyik legmozgalmasabb az óvoda életében. Jézus születésére készülünk, Jézus születését várjuk, várakozással tölti el mind a felnőtteket, mind pedig a gyerekeket. Karácsony előtt 4 héttel megkezdjük ugye az adventi várakozást, 4 gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorunkon, és mivel 4 csoportunk van, mind a 4 pénteken más-más csoport szerepel. A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáját mindig egy-egy fontos vendég gyújtja meg, az elsőt Iványi László esperes plébános, a másodikat pedig Korcsok Marianna, az Ötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézmény vezetője lobbantotta lángra. Megrendezték a 17. Arany Dobókocka járási városi matematika versenyt, melyen idén 63 tanuló vett részt. A megmérettetésen a Táncsics Mihály gimnázium tanulói is remekeltek, 2 a korcsoportjukból első helyezést hoztak el. A matematikában való jártasságukat és logikus gondolkodásukat mutatták meg a diákok az aranydobókocka versenyen. A Táncsics Mihály gimnázium 2 tanulója, Szabó Csanád és Molnár Béla is első helyezést ért el. Hát először volt egy megnyitó, aztán levédlőbb várakozni kellett, ahol adtak ingyen ételt, illetve italt, annak mi nagyon örültünk. Aztán felmentünk és megírtuk, aztán lejöttünk és kaptunk még, aminek még annyira örültünk, és aztán kiavították és kiosztották a diákat.
Molnár Béla kiemelte, számára a logika a vonzó a matematikában, míg Szabó Csanád úgy fogalmazott, ő azért szereti, mert egyszerű. A két tanuló régebbi versenyek feladatlapjait töltötte ki, így gyakoroltak. Elárulták, mind a ketten meglepődtek, hogy első helyezést értek el. És most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Bronzvasárnap, fellobbant a harmadik adventi gyertya. Mikulás futás 20. alkalommal is a jótékonyság jegyében. Szalagavató 5 végzős osztály fog búcsúzni a Táncsicstól. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója, december 6-án kedden. Friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Addig is híradónkat bármikor visszanézhetik az Oroskafi YouTube csatornáján. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok, a viszontlátásra! A műsorvezetőt támogatta Debreceni Anett, fodrász.